Mirkoczky Ádám polgármester mai sajtótájékoztatóján azt állította, több EGRI vállalkozó is értesítette, hogy Oroyán Sándor megkereste őket azzal, hogy akkor tárgyaltsak velük az adócsökkentésről, ha megjelennek pénteki sajtótájékoztatóján. A városvezető szerint ez közvetett zsarolás, és az érintetteket biodíszletnek használnák. Hozzátette, az építményadót a 2022-es szintre kívánja visszaállítani, amit be is terjeszt a következő közgyűlésen, és amennyiben ezt nem támogatja a testület, akkor egy 20-30%-os emelést javasol. Én annak örülnék legjobban, hogyha a 2022-es szintre állítaná vissza a testület az építményadó mértékét. Azt is gondolom, és azt is üzenem minden EGRI-nek és vállalkozónak, hogy tényleg aki nem akar ilyen méltatlan, vérlázító helyzetbe kerülni, az Oroyán Sándort kerülje el. Ezután Mincér Gábor alpolgármester vette át a szót, és többek között arról beszélt, hogy a képviselők nyilatkozzanak az ilyen politikai viselkedésről, majd hozzátette, hogy hangfelvételek vannak arról, hogy a képviselő egzisztenciálisan zsarol embereket.